Mai Photoshop videómban a pattanások és ráncok eltávolításával, egyéb bőrhibák eltüntetésével fogunk foglalkozni. Ami a bőrt illeti, mindig a pattanások eltávolításával kezdem a munkát. Egyrészt azért, mert ha minden pattanást és bőrhibát eltüntetünk, kiderülhet, hogy egyáltalán nem is kell lágyítani vagy kisimítani a bőrt. Íme a kép, amelyet retusálni fogunk. Célszerű már az elején belenagyítanunk a Ctrl plusz gomboknak a lenyomásával tehetjük ezt meg, illetve a Space gombot megnyomjuk, akkor megjelenik ez a kéz ikon, és mozgathatjuk a képet tetszésünk szerint. Még egy kicsit én azért belenagyítok. Szóval ezen a képen van mit dolgozni a bőrhibák pattanások eltüntetésével. Kettő eszközzel fogunk megismerkedni itt az eszköztárunkban, a Healing Brush-sal, illetve a Spot Healing Brush-sal, valamint azért néha igénybe vesszük a klónozót, a Clone Stamp-nek a használatát is, de majd elmondom, hogy mikor. Szóval most a Healing Brush, vagyis a javító ecset eszközre van szükségünk, mert a legtöbb pattanás önmagában áll, és nem ér hozzá egyetlen élhez sem. A Healing Brush pedig ilyen esetekben működik a legjobban, ha pedig nagyon gyorsak akarunk lenni, akkor a Spot Healing Brush eszközt is használhatjuk. De mielőtt még mindennek nekiugornánk, fontos, hogy az eredeti képünk ne sérüljünk a backgroundunk, ezért érdemes mindig új rétegen vagy másolt rétegen dolgozni, jelen esetben az új réteg bőven elegendő lesz. A Layers panel alján kattintsunk a Create a New Layer ikonra, és hozzunk létre egy új üres réteget, el is nevezhetjük. Jobb, ha ezt már az elején megszokjuk, mondjuk pattanásoknak. Kész. És ezen a rétegen fogunk mi most dolgozni. Kiválasztottuk, mondjuk ismerkedjünk meg a Spot Healing Brush, ami rendkívül gyors. Itt a eszközbeállításoknál meg tudjuk adni a csúszka segítségével, hogy mekkora legyen az ecset mérete és keménysége. Jelen esetben a 0%-os keménység az teljesen jó lesz, és az ecset méretet is be tudjuk állítani. Jobb, ha az ecset méretet a következő kombinációval állítjuk be, ez pedig nem más, mint ha lenyomjuk az Alt gombot és az egérnek a jobb gombját, akkor megjelenik ez a kis karika, és ez alapján tudjuk beállítani pattanástól függően, hogy mekkora ecsetre is van szükségünk. Jelen esetben ez a méret teljesen jó lesz, illetve egy kicsit nagyíthatunk. Úgy működik ez a Spot Healing Brush Tool, hogy egyszerűen csak rákattintunk a pattanásra, és el lehet távolítani. Nem mindig működik megfelelően, van, amikor mondjuk, ha ide a hajszára, akkor látni lehet, hogy azért egy kicsit foltot hagy, illetve nem mindig működik megfelelően, ezért inkább a Healing Brush eszközzel ismerkedjünk meg. Fontos, hogy mindig itt is beállítsuk a megfelelő ecset méretet. A Healing Brush Tool úgy működik, hogy az alsó, tehát jelen esetben a background rétegünkről fogjuk szedni az információkat, és fontos, hogy itt az eszközbeállításoknál a szemplő lenyíló menüből válasszuk ki az All Layers lehetőséget. Ha látjuk a bőrhibákat, pattanásokat, nyomjuk meg az Alt gombot pattanás közelében. Ha a homlokon dolgozunk, ahogy most is, fontos, hogy a homlok mintázata az vízszintes a textúrája, ezért a pattanás vagy bőrhiba bal, illetve jobb oldaláról vegyük a mintát. És egyszerű festő mozdulatokkal, ecsetvonásokkal tüntethetjük el a bőrhibákat. Fontos, hogy több helyről minél többször vegyünk mintát, de ha most egy arcrégióba dolgozunk, akkor nem
kell mindig mintát venni. Már sötétebb, itt is érdemes mintát venni, és szépen haladni az arc többi részei felé. Már egy újabb, világosabb terület érdemes mintát venni. Klikkelő, festő mozdulatokkal a bőrhibákat, piros foltokat, pattanásokat, oda nem illő dolgokat. Ezzel nagyon szépen, ezzel az eszközzel el lehet tüntetni. És akkor így szépen tisztogatjuk, akár egy kozmetikai kezelésnek is felfoghatjuk. Tegyük fel, hogy én most minden egyes kis bőrhibát, pattanást eltüntettem, ahogy az kell. Érdemes még, amikor bőrhibákat, pattanásokat tüntetünk el, az apró kis pihékre, szőrszálakra is odafigyelni. Nem minden esetben működik jól a healing brush, mert hajlamos a maszatolásra, jelen esetben itt a szemöldöknél. Ha a szemöldök vonalával teljesen meg vagyunk elégedve, csak egy-kettő kis szőrszálat szeretnénk eltüntetni, akkor itt jól működik a healing brush. Természetesen majd a későbbiek folyamán megismerkedhetünk egy új szemöldök igazítási formával is, de szerintem most a healing brush, illetve a clone stepnek a használata az teljesen megfelelő lesz, hiszen csak egy-két zavaró kis pihét szeretnénk eltüntetni. Ha most a healing brush-sal mintát veszünk, és ezt el szeretném tüntetni, látni lehet, hogy foltot hagy. Ekkor jön a klónozó, vagyis a clone stepnek a használata. Ez egy nagyon jó kis eszköz. De először ezt visszavonom a Ctrl-Alt-C-vel, és rákattintok a klónozóra. Az eszköz beállításánál itt már több lehetőségünk van. Most lágyszélű ecsetet fogunk használni, normál módba, 100%-os átlátszósággal, és minden rétegről vegye az információt. Fontos, hogy ez is ugyanígy be legyen állítva, hogy a healing brush nem, és ugyanúgy működik, mint a healing brush. Alt gomb lenyomásával egy tiszta területről mintát veszünk, természetesen ehhez is nyomjuk majd az egérnek a bal gombját, ecset méretet megfelelően beállítjuk, és szépen eltüntetjük a oda nem illő kilógó kis szemöldök részeket, ugyanitt fönt is. Itt is a célkereszt mutatja, hogy honnan veszi az eszközünk a mintát. Ugyanez a helyzet a másik oldalon is. Itt sem fog működni a healing brush, mert biztos, hogy maszatolni fog. Beállítjuk a clone stemnek a megfelelő méretét. Mintát veszünk, és szépen ügyelve arra, hogy hol áll a célkeresztünk, eltüntetjük a nem kívánt szőrszálakat. Ugyanez a helyzet, hogyha a hajas felbőrnél a kis baba hajszálakat akarjuk eltüntetni. Célszerű a healing brush eszközt használni, amíg el nem érünk a hajszál, illetve a hajas fejbőr végéig. Itt is mintát veszünk, és szépen eltüntetjük a zavaró hajszálakat. Itt már biztos, hogy elkezd majd foltot hagyni a healing brush eszközünk. Na, ilyenkor váltunk át megint a clone stepre, a bélyegzőnkre, beállítjuk a megfelelő ecsetméretet. Minél kisebb ecsettel dolgozunk, annál szebb végeredmény lesz. És szépen, lassan, ügyelve
ne legyen foltos a bőrünk, eltüntetjük. Az bizton állíthatom, hogy a Healing Brush, illetve a Clone Stamp jó barátok, mert valamikor nagyon jól kiegészítik egymást. Ilyen a hajas fejbőr, a szőrszálaknál, az ajkak és az orr vonalában működik ez a két párosítás. Ilyenkor kell mindig a Healing Brush eszközünket a Clone Stamp-re, a klónozónkra cserélni. És így szépen el lehet tüntetni a homlokba lógó hajszálakat is. Nem megyünk most ezzel tovább, mert ez nagyon-nagyon hosszú feladat lenne, de már így is látni a végeredményt, hogyha a panelen a szemikonra kattintva elveszük a szemet, akkor látjuk, hogy ilyen volt és ilyen lett, de én ezt megcsináltam már előre ezzel az eljárással. Lehet látni, hogy eltüntettem minden feltűnő kis bőrhibát, ugyanúgy a nyak részről is, hiszen a bőrhibák eltüntetése nem csak az arcra terjed ki. Kicsit távolítunk, és akkor meg lehet nézni, hogy ilyen volt, és ilyen lett. Most pedig rátérhetünk a másik nagy témánkra, hiszen az is egyfajta bőrhibának minősül, a ráncoknak az eltüntetése.